Amint arról korábban már beszámoltunk, a Dunaszerdahelyi Magángimnázium bekapcsolódott a Harcoljunk a diszkrimináció ellen elnevezésű Erasmus Plus projektbe, amely 2022. szeptemberétől 2024. júniusáig tart. Az egyik partneriskola a magyarországi Mátyás Király Gimnázium Fonyódon, a másik pedig a törökországi Gazipasa városában található. A második találkozóra a közelmúltban került sor az utóbbi településen, így a másik két oktatási intézmény küldöttsége Ázsiában, a földközi tengerpartján járt. A Törökországban eltöltött egy hetet a kultúrák találkozásaként lehet jellemezni. A résztvevők sokat tanultak egymástól és egymásról. Még jobban megtanulták elfogadni és tisztelni a másikat. A diákok többek között hegyet másztak és török ételspecialitást készítettek. Az egész projektnek a kommunikációs nyelve az angol. Nagyon jól helytáltak a diákjaink, nagyon büszkék vagyunk a kis csapatra, de eljönnek olyan helyzetek, vagy olyan szituációk, amikor a szavakból kifogy az ember, és tulajdonképpen akkor a gesztusok, a viselkedés, esetleg egyéb más dolgokkal tudunk kommunikálni. És ez azért is nagyon jól sikerült, mert a diákjaink családoknál voltak elszállásolva, és ugye ott a szülők azok nem nagyon beszélték az angolt, de mégis le tudták kommunikálni azt, hogy szívesen látják őket, és a diákjaink is nagyon elfogadóan viselkedtek, és tisztelettudóan, amivel tulajdonképpen tudtak kommunikálni.